Nem szállt le kerékpárjáról, a zebrán tekerve hajtott át, és elütött egy autó egy férfit. Az eset még idén történt a belvárosban, a Pöttyforgalomnál. A rendőrség ma hozta nyilvánosságra a térfigyelő kamera felvételeit, amit azonnal mutatunk. Előtte azonban nézzék meg a többi kiemelt hírünket egy-egy mondatban. Polgármesteri beszámoló. Dr. Csáky András a testület legutóbbi döntéseiről is beszélt a lakossági fórumon. Pénteken autómentes nap, reggelivel és nyereményekkel is készülnek a bicikliseknek. És készülődés. Idén is részt vesz a hagyományőrző felvonuláson az Ungvári László borrend. Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket a Városi Televízió keddi híradójában. Lakossági fórumon számolt be a testület legutóbbi döntéseiről a város polgármestere. Dr. Csáky András beszélt ingatlan eladásokról, a balatonszárszói táborról, és arról is, milyen ötletek merültek fel a lakossági félórán. A nyári szünet utáni első testületi ülés döntéseiről számolt be tegnap a Városházán dr. Csáky András, ám elsőként a lakossági félórán elhangzottakról beszélt. Elmondta, lakossági kérés volt, hogy vezessenek be súlykorlátozást az Örkényi úton, hogy a megújult burkolat ne menjen tönkre. A polgármester elmondta, az ott működő vállalkozásoknak, gazdálkodóknak ki kellene adni az engedélyt arra, hogy használhassák az utat, vagyis nagy haszna és eredménye nem lenne a korlátozásnak. Dr. Csáky András beszélt a sportcsarnokról, a balatonszárszói táborról, ingatlanok eladásáról és városi tulajdonban tartásáról, de a döntéseken túl szót ejtett arról a fórumról is, melyet a 441-es út Cegléde elkerülő szakaszáról tartottak. Elmondta, már évek óta folyik az ezzel kapcsolatos konzultáció, és az illetékes minisztérium a projekt tanácsadója végig bevonta és tájékoztatta a város vezetését a fejleményekről. 7 nyomvonalból alakult ki végül az, amelyik a leginkább elkerülte volna a várost, és amelyik a legkevesebb lakott ingatlant érintette volna. Azt azonban a környezetvédelmi hatóság nem engedélyezte végül, hivatkozva a Natura 2000-es területekre. Annak ellenére, hogy ezeken a területeken a klímaváltozás miatt egyre kevesebb a védett növény. Dr. Csáky András elmondta, sajnálatos módon az önkormányzatnak nincs beleszólása a nyomvonal kialakításába, de lehetőségeihez mérten mindent meg fog tenni azért, hogy a város lakóinak legkedvezőbb terv születhessen. Biciklis gázolásról tett ki felvételt a Facebookra a Ceglédi Baleset Megelőzési Bizottság. A térfigyelő kamera által rögzített képeken látszik, ahogy a Pöttyforgalomnál 3 kerékpáros is tekerve megy át a zebrán, nem szállnak le a bicikliről. Egyikük nem tudott átérni, elütötte egy autós. Ma délután került ki a Ceglédi Városi Balesetmegelőzési Bizottság oldalára ez a videó. A belváros térfigyelő kamerája rögzítette, amint rövid időn belül több biciklis is leszállás nélkül átteker a zebrán a Pöttyforgalomnál. 2 biciklis sikeresen átért, de a harmadikat elütötte egy autós. A rendőrség ezzel a felvétellel is arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a kerékpárosoknak minden esetben le kell szállni a bicikliről a zebránál, és a kétkerekűt áttolva kell eljutni a túloldalra. Sajnos még mindig sokszor tapasztalható, hogy a kerékpárosok tekerve mennek át a gyalogátkelő helyen, több esetben még szét sem néznek, jön-e valamilyen jármű. Folytatódnak a városban az útfelújítások. Előreláthatóan holnap elkezdődik a Márvány utcában a rossz minőségű burkolat felújítása, de a napokban megindulnak a munkák az akasztószél egy szakaszán is. A felújítás idején útlezárásra kell számítani. Ha az időjárás is engedi és minden az előre ütemezett tervek szerint halad, holnap elkezdődik a Márvány utcában az útfelújítás. A Flaster Kft. Munkatársai felvonulnak a gépekkel, és néhány nap múlva már a múlté lesz a régi, töredezett, kátyús burkolat. Csütörtökön az akasztószél egy szakaszán is elkezdődnek a munkák. Az akasztószél 18/A és 25 szám között végeznek burkolatfelújítást. Az önkormányzat és a kivitelező az ott élők és ott közlekedők türelmét kéri. A felújítás idején ugyanis időszakosan és ideiglenesen teljes szélességében lezárják az érintett szakaszokat.
Idén is megszervezik Cegléden az autómentes napot. Változatos programokkal és nyereményekkel készülnek a szervezők azoknak, akik pénteken biciklivel mennek munkába vagy iskolába. A családoknak reggelivel kedveskednek a város két pontján, majd a Szabadság téren folytatódik az autómentes nap sok-sok játékkal és balesetmegelőzési feladatokkal. Az autómentes nap már hagyomány Magyarországon. A cél, hogy népszerűsítsék a kerékpározást, és egyúttal felhívják a figyelmet a szabályok betartására. Cegléden tavaly több mint 400-an vettek részt az autómentes napon, idén a szervezők még nagyobb érdeklődésre számítanak. Szeptember 22-én, azaz most pénteken, reggelivel is kedveskednek azoknak, akik bringával indulnak útnak. Reggel, akik mennek iskolába, illetve munkába, próbálunk kedveskedni egy ilyen reggeli csomaggal, illetve mellette szóróanyagot kapnak a diákok, illetve a programban résztvevők, illetve még egy plusz mozgósítás és egy kis közösségi összefogásra próbáljuk itt az iskolákat, illetve a családokat buzdítani. Pénteken reggel 5 és 8 óra között a Jászberényi úti körforgalom környékén, 6 és 8 óra között pedig a Szabadság téren várják a kerékpárosokat reggelivel. Mindkét helyen nem csak reggelit kapnak az odaérkezők, hanem sorszámot is, ezzel pedig komoly nyereményeket lehet bezsebelni. A délután folyamán ugyanis az autómentes nap résztvevői között kisorsolják ezt a rollert, illetve ezt a kerékpárt. Az az iskola pedig, ahová a legtöbb gyerek kerékpárral érkezik, 100 000 forintos sportfelszerelési utalványt nyer. Az eredményhirdetés péntek délután 3 órakor lesz a Kossuth téren, a Toborzó Fesztivál színpadán. Az autómentes nap azonban a bringás reggelivel nem ér véget. A programok a Szabadság téren folytatódnak. 10-től 14 óráig várjuk az oktatási intézményeket, nevelési intézményeket, hiszen számos programmal készültünk. Itt a sportprogramok mellett természetesen balesetmegelőzési programok lesznek, szimulátor, gyermeksarok, kerékpáros szituációs feladatok, ittas drogos állapotot szimuláló szemüveg, természetesen rendőrautó és rendőrökkel is találkozhatnak a diákok. És én úgy gondolom, hogy itt az autómentes napon, hogyha mindenki kerékpárra pattan, akkor az nem csak megelőzzük a baleseteket ezzel, hanem, mert ugye tanulunk is, hanem sportolunk is közben. Sós Zsanett hozzátette, az autómentes napra nem csak kerékpárral, hanem rollerrel és görkorcsolyával is lehet érkezni. A programok szervezője, a város önkormányzata, a Cegléd-városi Balesetmegelőzési Bizottság és a Pestvármegyei Balesetmegelőzési Bizottság mindenkit, kicsiket és nagyobbakat egyaránt várnak a hasznos és jó hangulatú eseményre. Összeütközött egy kis teherautóval, majd az árokba hajtott egy gépjármű tegnap a déli úton, de nem ez volt az egyetlen esemény, ahová tűzoltókat riasztották. Jászkara Jenőn két melléképület tetőszerkezete kapott lángra. Rövid híreink következnek. Egy kis teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze tegnap a déli úton, melynek következtében a gépkocsi az árokba csúszott. A tűzoltók is a helyszínre érkeztek, áramtalanították és átvizsgálták a járműveket, majd biztosították a helyszínt. Jászkara Jenőre is riasztották őket, ahol két melléképület tetőszerkezete kapott lángra. A lángok további épületeket is veszélyeztettek, mivel a 10, illetve 60 négyzetméteres melléképületek tetőzete teljes egészében égett. A lángokat a szolnoki tűzoltók segítségével sikerült megfékezniük. Idén is várják a javaslatokat, kik azok a jelenleg is Magyarországon praktizáló orvosok, akiket betegeik érdemesnek tartanak a Szent Györgyi Albert orvosi díjra. A szavazáshoz létrehozott online felületen bárki ajánlhat szakembereket, akik cselekedetükkel megmentették betegük életét, vagy a mindennapi orvosi munkájuk során rendkívüli elhivatottsággal, odaadással, tudományos igényességgel és humanitáriánus szemlélettel segítenek a hozzájuk fordulókon. A jelölés időszaka november 16-áig tart. A közönség által jelölt orvosokról pedig zsűri dönti el, ki érdemli meg idén az orvosi díjat. 5. alkalommal hirdették meg a Magyarország 365 fotópályázatot, idén a korábbi 3 helyet már 5 kategóriában. A kezdeményezés célja, hogy bemutassák hazánk szépségeit. Profi és amatőr fotósok is nevezhetnek. A képek témája lehet természet, táj, építészet, portré és közösségi események, valamint street fotó. A zsűri minden kategóriában 3 díjat oszt ki. Egy pályázó maximum 25 pályaművet küldhet be, kategóriától függetlenül, amelyek lehetnek egyedi fotók, vagy legfeljebb 10 képből álló sorozatok.
Fontos, hogy csak Magyarországon készült alkotásokkal lehet nevezni, a pályázatokat pedig a regisztrációt követően október 23-a éjfélig elektronikusan lehet feltölteni. Idén is ott lesz az Ungvári László borrend a Kossuth toborzó alkalmából szervezett felvonuláson. Ráadásul vendégeket is hívtak. Az ország több mint 10 borrendje már elfogadta a meghívást a találkozóra. A tennivarokról tegnap tartottak egyeztetést a Régi Idők tárházában. A hagyományok éltetése fontos, és nem csak a borkultúrához tartozóké. A tárgyi emlékek megtalálásának egyik kiemelt helyszíne pedig Cegléden a Régi Idők tárháza. Ezért tartotta most itt találkozóját a Cegléd és vidéke Ungvári László borrend. Fontos dolgokról kellett egyeztetni, hiszen néhány nap múlva a borrend életében is fontos esemény kezdődik. Megtisztelő számunkra, hogy részt vehetünk a Kossuth toborzó ünnepély és huszár fesztiválon. Ez számunkra azért egy kiugró lehetőség, mert a magyarországi borrendeket meghívtuk, és bízunk abban, hogy a szüreti időpont ellenére, és annak ellenére, hogy egy másik borrend is erre az időpontra tette a rendezvényét, szép számmal fognak jelentkezni a borrendek. Eddig már egy tucat borrend jelentkezett. Természetesen a felvonuláson is részt vesznek majd, és kérik a ceglédieket, nézzék meg minél többen a város életének legszínpompásabb eseményét. Ezt megteszik tehát a meghívott borrendek is. Az, hogy egymás ünnepeire, eseményeire ellátogatnak, egyáltalán nem ritka. Jelenleg Magyarországon a közigazgatási határokon belül, vagy államhatárokon belül 48 borrend van, és a határon túli magyar borrendek száma az is 12. A Magyarországi Borrendek Szövetségének elnöke, Kocor Kálmán úr meg fog bennünket tisztelni, és eljön. Provino érdeméremet is át fogja adni egy kedves tagtársunknak. És ő mondta el azt is, hogy az év közepéig már 36 helyen volt vendégségben. A magyarországi borrendek tehát összetartanak és sokszor együtt ünnepelnek. Így tesznek tehát most is majd. Évente több alkalommal is emberéletet követel a mustgáz az országban. A borospincékben megjelenő széndioxid mértéke rövid időn belül nagyon magas lehet, ez pedig veszélyes, mert kiszorítja az oxigént a pincéből. A katasztrófavédelem azt javasolja, mindenképpen szerezzenek be a borosgazdák széndioxid érzékelőt. Az ősz a szüret időszaka, lassan a ceglédi és Cegléd környéki pincékbe is bekerül a szőlő. A gyümölcs erjedésével széndioxid termelődik, amit az emberek egyszerűen mustgáznak hívnak. Miután a mustgáz színtelen és szagtalan, nagyon veszélyes, és gyorsan beteríti a pincét. Azt is tudjuk, hogy a széndioxid nehezebb, mint az oxigén, ezért lentről fölfelé szorítja ki az oxigént, és önmagában maga a széndioxid nem lenne veszélyes, de mivel kiszorítja az oxigént, ez itt a pincébe oxigén hiányos állapot léphet elő. Egy liter erjedő mustból 42 liternyi mustgáz termelődik. A széndioxid jelenlétét ellenőrizni kell, hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. A hagyományos, már nagyszüleink által is használt módszer, ha meggyújtunk egy gyertyát a pincében. Hiszen tudjuk, hogy az égésnek az egyik alapvető feltétele megfelelő oxigénnek a jelenléte. Ezért szükséges az égő gyertyával behatolni a pincében. Azonban nagyon fontos, hogy olyan mértékben, tehát hogy a gyertyát minél alacsonyabb pontra helyezzük, ez akár lapátra helyezve is működhet, mert ha már alacsonyan szinten kialszik a gyertya, az azt jelenti, hogy nincs a pincében megfelelő oxigén, azonnal el kell hagyni a helységet. A gyertyánál modernebb módszer a széndioxid érzékelő, ami sípoló hangot ad, ha veszélyes mértékű a mustgáz jelenléte a pincében. Sajnos még mindig nem veszik a borosgazdák elég komolyan a széndioxid okozta veszélyt, és évente 3-4 ember életét veszti a mustgázmérgezés miatt, aminek az elején a szédülés és a fáradtság érzet a tünet, ami rövid időn belül eszméletvesztéshez és halálhoz is vezethet. Ezzel a felhívással köszönöm meg figyelmüket a mai híradóban. A folytatásban a ceglédi KKS-e Deac NB1B-s férfi kézilabda mérkőzést nézhetik meg felvételről. Friss hírekkel pedig legközelebb majd holnap este a szokott időben 6 órakor számítunk. Önökre, tartsanak velünk akkor is. Szép estét kívánok, viszontlátásra!